Na, elvileg... ...szekre. Elvileg most működnie kéne, remélem, hogy majd ti is ezt fogjátok tapasztalni. Mert ha nem, akkor nem tudom mi van. Tök érdekes egyébként, hogy megy három platformról a streamelés. PS4-en igazából nem szokott gond lenni. Xboxról, hogyha direktbe megy Twitchre, akkor nem szokott gond lenni. OBS-en keresztül néha igen. Múlt héten PC-ről streameltem, az itt nem volt gond, amikor átmentem a másik szobába, ott igen, úgyhogy össze kell lőni a dolgokat. Na, szóval, és tettel, megcsináltam az összes skill challenge-et, úgyhogy most fogok játszani egy-két meccset, és majd szükségem lesz a segítségetekre, hogy minél faszábban menjen a játék. Régebben egyébként sokat fifáztam a cégnél is, meg itthon is. Úgyhogy, hú... Kickoff nevet kell csinálnom, milyen feladványokat ad nekem a FIFA. Meccseket szeretnék játszani. Ja, ez az kedvenc Spurs pólum. Egy bajom van benne, hogy ilyen borzalmasan manboobzos vagyok benne. De hát... ez van. Menjek a settingsbe. Jó. Mi a... Most mi történik? Miért nem tudok elkezdeni játszani? Miért kell mindenhez már beállítanom mindent? Na, szuper. Legyek én otthon. Oké. Klasszikus mérkőzés, nekem egészen prima lesz. Jó, Borussia jó lesz. Ellenfél. Az is rendben van. Hogy váltom át az ellenfél csapatát vajon? Hú, miket lehet itt beállítani? Azt figyeld! Ja, így választom ki az ellenfelet. Aha, jó. Jó, legyen a Lipcse. Mi bajunk lehet? Mezek így faszák. Nagyon izgalmas lesz. Igen, game settings. 4 perc, az bőven elég lesz. Megkérdeztem a Csabit, milyen szinten játszam, azt mondja, hogy kettesről jussak el 4-esre. A kettes az a amatőr, és onnan jussak el a professionalre? Vajon? Én régen is professionalben játszottam. Ne legendary, igen, én is úgy érzem. Jó, figyelj, játszunk egy semi-prót első körbe, aztán meglátjuk, hogy mennyire lesz kemény az ellenfél. Én merek szerény lenni, ezt szerintem rájöttetek már ti is. Jó, semmit nem tudok itt mit kell beállítani, nem is érdekel. Oké. Csapatmenedzsment, egyelőre az sem. Játszunk egy meccset, így csípőbe, szárazon segbe, nézzük meg, hogy mit tudok összehozni, aztán, hogyha megvan, akkor majd elkezdünk vele variálni. Nem hiszem, hogy Csabi jó lehet, és egy 50-60 órája lehet ebbe a dologba, úgyhogy szerintem azt viszonylagosan gyorsan be tudom hozni. Hát NBA-nél is milyen jól ment. Látjátok már, milyen szépen tudok szaladgálni a játékossal? Akkor elesik ezen a műfalloszokon, akkorákat tud perecelni. Ja, már lehet nyomni valamit. Mit kell nyomni? Menügombot, pont eltakarja a mikrofon. Kicsit odébb teszem. Remélem, hogy ti mindent jól láttok. Na kérem szépen. Borussia Mönchengladbach. Imádom a kommentárokat. L2 plusz jobb analóg a csel. Jó. Nem elég, hogy csak a jobb analógot nyomom?
Miért kell az L2-t is? Nem frissítették a játékot, hogy üres legyen a lelátó a Bundesligában. Jó, rövid passzokkal kezdünk. Megy a tér átölelő is, hogy lássátok. Jó. Nagyon szép. Szőke ciklon a scooterből. Aha, jó. Majd a védekezéssel leszek majd trében. Én azt az érzésem. Azt mondták, hogy Péter Gulácsi. Jó, hát az nem lövés volt, barátom. Ekkorákat egy 2 éves rúg. Nem akarlak bántani. Azt egy picit csínbe ment. Miért nem idegek, hogy kik vannak a labdával? Senkit nem ismerek. Így föl! Magabiztos voltam, semmi gond. Szépen fölé. Sziasztok, ja ez box. Legközelebb, amikor Csabival játszol, olyan profi leszel, hogy a kapussal fogod végigvinni. Azaz. Aim assistot nem kapcsolok ki, semmit nem kapcsolok ki, ami segít nekem. Miért szeretném én kikapcsolni azt? Miért jó az nekem, ha kikapcsolom? Semmi olyat nem mondjatok, amitől nekem nehezebb. Olyat mondjatok, amitől könnyebb és sikeresebb vagyok. Ja, így tudom, az RB-vel meglövő, akkor így megküldi a paszt, ugye? Aha. Ennyi. Megy ez, mint az ágyba szarás, ahogy szokták mondani. Annyira utálom, amikor egy mezre alulra van írva a név. Szegény Gulácsi, ne haragudj, Peti. Hát nem akarlak én itt mindenki szeme láttára beégetni, de hát be kell lőni, akkor be kell lőni. Haaland, köszönöm szépen, minden nevet mondjatok. Jó, hát lehet, hogy egyen följebb lehet leváltani. Az elég easy peasy. Jó, nem rohanunk előre nagyon védekezni, taktikusan behúzódunk. Bum, becsúszok! Az egy előnyjáték, vagy előnyjáték, előnyszabály. Jó, menj! Hol a kapus? Hát miért nem jön ki a kapus? Utólag még egy sárga lapot kapok legalább? Ott is van. Okosan. Tértől előátadás a jobb szélre. Megbólintjuk érzéssel. Ennyi jövök, ugye? Így van. Hop, hop. Picsku. Igyekszem zárni a területet. Remélem a fociban mondanak ilyet egyébként. Azt keresztezem, azt keresztezem. Azt keresztezem, ott nincs beadás, barátom, ott nincs beadás, úgyis van. Terror van. Kedvenc focistám ki volt. Hát, én nekem a foci korszakom az úgy nagyjából a gimnáziumi évek alatt véget ért, és onnan át nyergeltem a kosárlabdára. Akkor nekem a kedvenc futballistám magyar volt. És úgy hívták, hogy Telek András. A Fradinak volt a... Szerintem söprögetőnek hívják azt a pozíciót, amin ő játszott. Sallangmentesen, nagyon-nagyon szépen, sportszerűen, szerényen futballozó srác volt a Manci. Úgyhogy ő volt a kedvenc focistám. Úgy. Ott a második! Aláírás ünneplés. Signature celebration. Mi lesz ez? Ez a signature celebration, barátom? Ezzel mit dolgozzál? Hát ez nagyon gyenge. Itt a második. Remélem titokban itt vagy, Szaniszló, és nézel, és már folyik végig az izzadság a homlokodon. Véged lesz, mint a botnak. Én is úgy érzem, hogy majd szintet váltunk. Jó, hát azért egy bemelegítő meccset nyomassunk, aztán utána majd szintet lépünk.
Na szóval Telek Manci volt az első kedvenc focistám, és akkoriban ki is jártam a Fradi meccsekre, a B középbe, ahogy a kettes szektorban a huligánok hívták őket a csürhébe. Tudtam az összes kis dalocskát, és akkor ott énekeltem, meg minden, semmi balhéban nem voltam benne, meg ilyesmi. Ezt átküldöm a túloldalra, ahogy ezt Móriczka elképzeli, kicsit kárcsú volt. És aztán azóta focit, hát Fradi bajnokok ligáját azt mondjuk néztem. Jó, kicsit játszunk, igen. Bébebaba vezeti a labdát, túl van már a 16-oson. Á, nem jött be a csel. Emlékszem, amikor még nem volt bent a BL-ben a Fradi, hanem a Grasshoppers ellen játszották a mindent. Eldöntőt! Bassza. Jó, kapus van, barátaim. Szóval játszotta a mindent eldöntőt. És aznap volt Green Day koncert a BS-ben, és én azt hiszem, hogy azon voltam, és amikor mentünk haza, vagy nem tudom, az volt a lényeg, hogy nem néztem a tévét, hanem csak egy lakótelepen furikáztam az akkori csajommal, és az egész lakótelepen lehetett, ráadásul 10. kerület volt kb. 5 percre a Fradi pályától, és lehetett hallani, amikor gólt lőtt Vince Otto, úgyhogy az szép idő volt. És volt egy gimnáziumi osztálytársam, a Dani. Dani viszont eléggé benne volt ebben a kőkemény szurkolási stílusban, tehát kettes szektor, hipós Feri, amit akarsz, és fuss, elbasztad. Ó, bakker. És amikor bejutottak a BL-be, akkor mondtam, hogy hát kéne meccsre jegy, és velük mentem jegyet venni, és ott gyorsan odébb pakolták az embereket, és sikerült jegyet vennem, és kim voltam a szerintem az Ajaxos BL meccsen. Telek Manci szó szerint söprögettem. Ja, igen. Én Lokis vagyok. Lehet, hogy már megválaszoltad, de lefagyott a Twitch. Bocsáss meg! Hová lehet küldeni kérdést az Eliu podcastbe? Én leginkább azt ajánlanám, hogy pusztító a fölényem. Nézd, két lövés, két gól. Az eliu.hu-ra, hogyha fölmész, akkor van egy kapcsolat menüpont, és a kapcsolat menüponton megtalálod a Csabinak is, meg nekem is az Eliu-os e-mail címünket. Mind a kettőnknek, hogyha elküldöd, az a legbiztosabb. Fuss, nyargaj! Csabi jelen, ezek nem férnek be, Halland. El kell érni mindent, ha így hívnak. Szóval ott oda ír egy e-mailt, az szerintem jó. És ugye ne felejtsd el, hogy a héten Dávid Kornél lesz megint a vendég, lezárjuk a Last Dance-t, amit tudom, hogy nem így kell mondani, de mindegy. És úgyhogy neki is jöhet majd kérdés. Fuss, nyargaj, érjük utol! Az szép. Jaj! Ó, ez szépen kivaradt pont. Kéne nekem is cserélnem szerintetek, vagy ne pazaroljam ezzel az időt? Azért megnézem, mert Csabi ellen biztos, hogy kell, hogy ezt hogyan csináljam. Tréner? Nem, itt biztos rákatintottam a csapatra. Cserék. Hazard. Azaz a belga gyerek? Ó, szegény Reina eléggé jellegtelen alak. Hát ez a csapat, ez teljesen kicserélődött. Amikor én még játszottam ebben a csapatban, a Reus már akkor is volt. De szerintem, lehet, hogy a Hummels is. Senki más a világon. Hány éve lehetett az? 4-5, amikor én utoljára fifáztam? Hú, marga régen. Hazardék hárman vannak, tesók. Ők a Hazard megye lordjai. Emlékszik még Bráki erre a sorozatra? The Dukes of Hazard County. Ez volt a címe, és még a szocialista időkben ez volt az egyik ilyen nagy kaland sorozat hétről hétre. Abban volt a rozgó serif? Vajon?
volt egy Lee tábornok nevű, kicsit ilyen konfederációs bandáról volt szó autójuk, aminek be volt hegesztve az ajtaja, és csak úgy tudtál beszállni, hogyha az ablakon becsúsztál. És fussál! Akkor ne fussál! Hó, hát meglökték! Hát meglökték azt a szegény fiút! Azt keresztez! Vigyáznom kell, mert hogy neki meg ugye van már sárgája. Kicsit meddő lett a mezőny fölényem. Szép! Az szép! Elemet kell cserélnem mindjárt a kontrollerben, mert annyira magas energia szinten játszom, hogy elviszi. Becsúszok! Labda! 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 Labda volt, Spori. Hoppá! Egyből Rote Carte! Barátom! Volt belőle egy kurva szar remake film, így, így, így. Ez a Last Dance kiejtés, ahogy öregszem, meg egyre több videó készül, egy csomó dolgot már elengedek. De hogy vannak, amiket így nem értek, hogy ez miért van, és ez az egyik, hogy több mint 130 videó van fent a csatornán, soha nem szólt senki, hogy mit, hogy ejtek ki, pedig vannak sajátos helyek. Ez a Last Dance, ez mindenki. Miközben a Last is, meg a Dance is egy kiejtési mód. Csak az egyik angol, a másik meg amerikai. Ott a harmadik! Ott a harmadik, szevasztok srácok! Ha védekezésben folyamatosan nyomod egyszer a rövid passzt és a sprintet, amelyik játékossal vagy, támadja a labdát. Igen, ez a contain-t, ezt próbálom. Hát, vagy úgy kéne ejteni, hogy last dance, és akkor angolosak vagyunk, vagy last dance, és akkor amerikaiak vagyunk. Én megvegyítem, mert last dance-nek hívom. És ez valamiért olyan szintű bénaság, hogy emberek végignézik a 10 perces videót, vagy 20 perces videót, és ennyi kommentjük van, hogy rosszul ejted. Fejeljük ki! Az milyen öklözés volt, barátom! A félpály... És még ünnepelteti magát! A félpályáig öklözt ki, tesa! Ezt így tanították nekem a vasasba. Nem mintha a félpályáig ki tudtam volna öklözni, de a mondás meg a kérés az ez volt. Milyen platformon játszom? Ezt most Xboxon. EA Access az mind a két masinára elő van fizetve teljesen költséghatékonytalan módon. Fussál! Úgy van! Na, Peti! Valamit fogjál meg! De hasonlít. Kapásból a bika bomba! Azért, hogy néz ki ez a játék, baszki, elképesztő. Igen, ezt hogy is kell valahogy ide behúzom. Jó a csel. Kicsit szét kéne húzni a mezőnyt. Nem így akartam. Azt keresztezem! Főleg, ha utolérem. Úgy van, úgy is van. Micsoda gyönyörű munka volt! És megint! Mi? Adjál ezért is lapot, te vörös
gyökér. Lesz-e Cornélon Tour 2, mert a filmben csak a Bullsról volt szó, a többi csapatról nem nagyon. Hát ezt... Csabit meg Galuskát kéne megkérdezni, ők csinálták az első Cornélon Tourt is. Bebújjak a sorfal mögé, hogy tudja keresztezni. Hú, ez figura! Akárki meglátja, ez a visszafejlős, ez figura volt. Úgy-úgy, szépen felszabadítunk, de szeretem, amikor így változik az árnyék. Gyere! Na az lett volna a szép baszki, ha eléri a kapus ezt ezzel a biciklirugással, és visszahúzza úgy a mezőnybe, hogy ő meg kint fekszik 10 méterrel a kaputól az alaponalon. Na gyere kis Pajti! Úgy. Egyértelmű uralom van. Mindenki kifeleje. Az első mérkőzés sikeresnek mondom. Magabiztos 3-0, 14. percben kezdtük. Gyönyörű szöktetés. És Peti jobb kezéhez. Esélye nem volt. Nézzük, mi történt ezt követően. Egy nagyon csúnya becsúszás. Ez inkább pirost érdemelt volna Mukilelénél. Ez is tökéletes tempó. És elteszi a hosszúra. Ez sincs esélye megbohogni Gulácsinak. És a többit meg elnyomtam. 3-0. Honnan jött az ötlet a FIFA-hoz? Leginkább azért, mert hogy kértétek, hogy Csabival FIFA-zzunk, és akkor utána EA Access-ben elérhető lett. Mondom, akkor megnézzük. Próbáljam ki ezeket. Karrier, Ultimate Teat, hát ezekben én most esküszöm, hogy nem fogok belekezdeni. Játszom még egy kickoffot. Abból baj nem lehet. Settings, Edit Kickoff Name, aha. Link Kickoff Name to Gamer Tag. Megnyomtam ezt. Ezzel úgy tűnik, ez eldőlt egy életre. Jó, legyek, maradjak otthon. Viszont most szerintem valami válogatott mérkőzést fogok lejátszani. Hú, itt tudom még állítani a nehézséget? Biztos, ugye? Reméljük. Oké. Na, internacionál. A válogatottak közül háromnak szurkolok mindig, hogyha kín van bármilyen tornán. Ha a magyar kín van egy evén, akkor persze nekik. De egyébként argentin, angol és holland. Úgyhogy Argentinával leszek. Hogyha itt randomizálok, akkor a ligát is randomizálja? Ja nem, most fogja. Aha. Ötöt nyomok a randomizálásra. 1, 2, 3, 4, 5. Amerikai Egyesült Államok. Állok elébe. Ú, nagyon szeretem ezt a meszt. Jó, és akkor Game Settings. Nézzünk akkor egy professionált. 4 perc az maradhat. Ezek a válogatottak hogy jöttek? Nem tudom, mindig amikor elkezdtem nézni, és akkor ilyen nagyon komoly döntések, hogy szimpatikus játékos, egy jó meccs, milyen színű a mezők, valahogy így. Nem tudom neked megmondani, nincsen mögötte semmi. Egyébként is ez a nagy szurkolás, ezt tudjátok, hogy nekem nem jött be. Ennyi. Nézd meg, Csészaniszló 0 pont. 0. Nekem meg 12 000 sok.
Jó. Na, hát akkor játszunk is. Nincs ott messzi. Hogy oldottad meg, hogy a videóképet keret nélkül játszódjon? Hát barátom, technika van. Vételeztem egy green screen-t. Van azt hiszem egy vagy két feliratkozó a csatornán, úgyhogy pénzt nem kerestünk még vele, de már beletettem egy olyan 100 000-et így. Kislámpa, green screen, két füles, egy mikrofon, nem tudom én mi. Remekül tudok magamnak olyan hobbikat találni, amik kerül, pénzbe is kerülnek egyfelől. Másfelől meg az tök fontos, hogy új dolgokat ki tudok tanulni, és ezt is azért most, ez a screen, vagy ez a stream, ez most már kinéz valahogy. Még a fényelést kéne majd beállítani, hogy fasza legyen, de az se annyira vészes. Ha itt azért már komolyabb a védekezés, bár tudnám, hogy mit játszunk, kik a jók, kik a nem jók. Az hosszú, azt nem éri el. Eléri! Itt Malcolm volt. Itt van Messi, ki mondta azt, hogy nem Messi? Boomstar adta. Hol van Batistuta? Fogadjunk, már nem játszik. Milyen szép haja volt, baszki pedig. Aguero! Egyébként hangszintek rendben vannak? Jól lehet engem is hallani, jól lehet a meccset is hallani? Öröm és boldogság? Huha, huha! Utolsó pillanatban éppen hogy. Szépen visszakészítjük. De nem, azt is Y-nal kellett volna megtolni, hogy legyen egy kis ráfutása. Az megint egy eladott labda. Középpályám az egyelőre még tapogatózik, mint vakapinán. Jaj. Jó, hát ez nem lövés. Szép jó napot, Maci bácsi! Kalória számolással hogy állsz? Ó, Greg, ne arra úgy, hogy szeretted nézni a háttérben a kanapét, és nem látszik. Figyelj, a kalória számolással megvagyunk. Az elmúlt két hetem az nem volt egy népünnepély. Voltam már fegyelmezettebb, de mindig jön egy új nap, és mindig jön egy új hétfő, amikor el lehet kezdeni, úgyhogy ne legyetek bénák, mint én, hanem tartsátok az elhatározásaitokat. De, tehát hízni se híztam, de szerintem az elmúlt hetekben fogyni se fogytam. Fuss. Az piros lap. Eltiltás örök életre. Á, csak sárga. Feljebb tudom tenni a játékot elvileg egy picivel. Hál' Istennek ez az OBS, ez segít ebben. Szép. Na! Itt már azért van védekezés, na! Lehet, hogy azért nem kell újra szőni majd a hálót a meccs végére. Nulles volt, igen. Na mindegy. Az a les, az les! Hatalmas ilyen házpakolásban van a csajom, aki egyébként most elment sétálni a Barnussal meg a Borkával, én most ezt kihagytam, hogy gyaksízhassak. És neki van az a jó tulajdonsága, foglalt a kezembe, hogy mutassam az idézőjeleket, hogy jó. Menj! Gyerünk, küzdj és bízva bíz! Gyerünk! Szóval van neki egy olyan jó tulajdonság, hogy az ő pakolási rendszere az olyan, mint amit a gázról tanultok fizikán, hogy kitölti a rendelkezésre álló helyet. Nem lakunk egy kis házban,
ennek minden négyzetméterén van valami. Tehát nem egy ilyen izé skandináv típusú minimalista lakást képzeljetek el. Ez eleve már ott kezdődik, hogy mi viszonylagosan hamar azt találtuk ki, hogy azért is volt ilyen nagy nappalink, meg étkezőnk, meg konyhánk egyben, hogy mi itt élünk. Tehát mi reggel felkelünk, kijövünk, és itt zajlik az élet. És van egy vendégszobánk, és ebbe a vendégszobába egy idő után már annyira nem lehetett bejutni, annyira tele volt shitter rakva, ami nem shitter, doboz, meg minden, hogy már nem tudtunk vendégeket rakni bele, és aztán hatalmas előrelépés volt, hogy annyi helyünk legyen, hogy elférjen az a kanapé, amin a videókat veszem föl. Ez már hatalmas dolog volt. Ez az! Hát, szögletet kiharcoltunk. Na és az van, hogy beállt, amióta elkezdődött a karantén, azóta pakol, minden hétfőn egy ilyen másfél csomagtartónyi papír dobozt meg ízét viszek a hulladékudvarba, és mondtam, hogy nem férnek el a cipőim, úgyhogy milyen jó ötlet lenne, hogyha vennénk egy olyan cipős szekrényt, ami ebbe a vendégszobába, passzus kulcs, vendégszobában a cipőimet tárolná. Hát a vendégszobában most 40 pár cipője van egy újonnan összeszerelt polcon. Én megint nem férek el sehol sem. Tanúság nincs. De bejössz az előszobába, és ott hevernek szanaszét a cipőim. Na mindegy. Na! Nézzük. Visszhangzik a játék. Azt hogy a pöcsönbe lehet be? Várjál. Lehet, hogy most majd jó lesz. Azt gondolnám. Én Angliában élek, tökéletesen beszélek angolul, fordítás nélkül nézem az egészet, mindenki picit más, hogy mondja a Last Dance-t. Bill Bennington, John Paxson teljesen úgy mondja, hogy te. Hát ők is megkapnák a kommentelőktől a magukét. Amikor az USA-ban voltál, tapasztaltál-e valamit a növekvő focilázból? Bár akkor lehet, hogy nem ment a bajnokság. Nem volt ilyen élményem. Bíz, kimondta, nem én voltam főnök. Sati27, szia Baska, most kezdtem el nézni a streamet, nem tudom, hogy mondták-e. FIFA-ban van egy Spurs nevű, a Tatenem, nem? A Steve Nash csak szereti, vagy valami tulajdonrésze is van benne, vágom őket. Hát meddő fölényem sincs igazából, csak játszom, de kicsit össze kéne kapnom magamat. Arra lennék kíváncsi, hogy aki ezt a játékot egyébként jól játsza, az a saját azt hiszem megmordált a kontrollerem, bocsánat, úgyhogy nyomok egy barnus, mert a sogatyába vagyok, és nem látszott pont, cserélek elemet. Biztos egyébként azért voltam béna az argentinokkal, mert nem volt menülve az elem. Na. I'm back, így van. Na. No.
ezt a szerencsétlen kerést, amit bemutattam védekezésben. A csávót ismerem, aztán Joey Altidor, úgy hívják. Na mi volt itt? Jön be egy szar. És ráfejeli basszus Altidorra. Ahogy Galuska szokta mondani, sírjál, Gaci. Miért csak egy ember van már a kezdőkörben? Ez egy új szabály? Utoljára fifáztam, még ketten voltak bent. És még játszott Di Stefano és Puskás öcsi. Az csimbe ment. Nem, ezt annyira utálom, és annyiszor szoktam csinálni, amikor rányomok a lövésre, mert oda akarok zavarni. Ó, pedig ebben több volt. Az nem mehet be. Okosan, úgy. Az úgy jó! Menjél! Bassza meg! Hát a kurva nénikédet! Kibaszni! Takarodjál, te! Begőszült szegény, ahogy úgy felrúgták. Ja, már ősz volt előtte is. Aha, látom, ez egy új szabály ezek szerint. Szép. Na kérem szépen. Ezt megtanultam már nagyjából, de csak nagyjából. Basszus! Ez nem volt rossz, ezt oda csavartam. Oda szerettem is volna. Ú, bazd meg, az a beadás hova ment. Volt régen a magyar válogatottban egy fickó. És úgy játszották, mintha ő lenne a Roberto Carlos. Ez csávó, az csak ilyen 2,5 méteres képzeletbeli csatárokra tudott beadni, és mindig a túloldalon landolt. Ajjajjaj, ezt túl technikáztam, hát nem... Minek próbálkozok, ha nem tudok cselezni. Az jó! Bazz meg! Ebbe több volt. Hú, de ügyesen átvetted így 8 méterre pattanva. Át, azt elszúrtam. El fog fogyni az időm. Hú, basszus. És mindent beszopok most, a legegyszerűbb cselt is. Hogy? Mit csinálok? Bazd meg! A kurva anyját Stalinnak! Micsoda lövés volt, barátaim, az úrban! Itt éreztem, ahogy csattan a kapufán. Az pontatlan volt. Utolsó 6 perc. Mindjárt megnézzük. Az lesz. Az lesz volt. Pff,
flag up, it's offside. A les, az les. És fogytán az időm. Vége a streamnek. Kezdődik a Last Dance vége. Van, aki már végignézte? Ne, semmilyen spoilert nem szeretnék hallani, de van, aki már végignézte már. Nagyon kíváncsi, hogy mi lesz a vége. Húha! Húha! Van még időm egy felfutásra? Vagy legalább, hogy ne kapjak még egy gólt? Szopac filmnuk! Nem hiszem el! Vajon van-e még idő? Nem! Nem engedted még el ezt a támadást? Hát van neked szíved? Jó, hát... A feladat adott, professional szinten csinálni valamit. Azt letette a rövidbe, bakker. Jó. Itt vannak egyébként olyan klasszikus csapatok, mint az NBA-ben? Játszhatok a 90-es, mint a Manchester United-del, vagy ilyesmi? Nyert a profiai, baszki. Na jó, van, játszunk egy visszavágót. Abból még baj nem volt. Nincs sajnos Odekar. Ez a Messi hol játszik ebben a rendszerben? Mert olyan, mint soha nem lett volna Na, állítsuk be. Biztos be lehet valahol. Valami vizuális beállításoknál. Videokalibráció lehet, hogy ez az? Nem, mert az a színeket állítja. Azt szeretném beállítani, megmondom nektek az őszintét, hogy írja ki, hogy a csávónak mi a neve. Player indikátor, player name. Úgy. Az nekem jó lesz valószínűleg. Hát, ha felismerek így névről valakit, hogy azzal lőjek-e vagy nem. Hát nem annyira van kiírva a neved oda, de ott van. Parádés! Így hívják a csávót, hogy Parádés. Hakuna Matata, Tagliafico, na így a jó, hát most ez hiányzott, nem tudtam a taktikámat kidolgozni, mert nem tudok argentinül távolról. Jó, Pulisic az nem is amerikai a neve alapján. Próbálják ki egy 4-2-4-es felállást, annál nincs támadóbb jelleg. Ez olyan dolog, mint amikor látsz egy kis csávót, aki nagyon bizonytalanul biciklizik egy kerékpáron, tudod, de még remeg a kezében a kormány, tudod, és így beszólsz neki, kis csávó, próbáld meg kéz nélkül! Hát örülök, hogy megtalálom a kontrollereket, nem, hogy itt formációkat válasszak. Volt nekem egy kollégám, és mint minden embernek volt neki egy apukája, és az apukája mondta egyszer azt, és a mai napig az egyik kedvenc szólásmondásom, hogy mindig tud, hogy hány kiló vagy. Be is bevezettem, hogyha megtolom, akkor ezt végigviszed, Lionel! Szóval én tudom, hogy hány kiló vagyok, sajnos a szószoros és átvett értelmében is. Úgyhogy nem vállalok be olyat, ami még nem nekem való, mint ilyen formációkat állítgassak! Nem oda akartam. Szép, szép, szép! Annak volt ritmusa! Na! Nyargaj! Ez a Dybala? A Dybala az argentin? Hallottam már a nevét, de azt hittem, hogy ő ilyen afrikai versenyző. Hú, most már le kéne szedni ezeket a segéd jeleket, hogy mivel mit kell csinálni, mert csak idegesít. Idegbe tesz minden.
Szép estét, nem focis téma, de szerinted miért hagyták ki Longlit a Last Dance-ből? Nem tudom, biztos nem lehetett érteni az ausztrál akcentusát. Hát, megszólalni igazából négy embert akartattak, vagy akartak szerintem. Aztán volt még, akit ilyen politikai meg PC... Bár nem igaz, mert Pennington is beszél. Nem tudom. Húzd meg! Nem az a baj, hogy ezek a basic cselek azért nem mennek át. Nem NBA, hogy erősen nyomom a turbót, akkor Jánisz betör a gyűrűig. Az jó viszont! Legalább nem vagyok hátrányban. Hát milyen pólóba fifázzak, nincsen Dinamo Bukarestes, csak Spurs, kosaras pólói vannak csak. Hú, ma rendeltem egy olyan jó Jordan kapusznis pulcsit. Elvileg csütörtökön megyek is érte majd a Rep City-be. Szép a keresztezés. Hadd adom, rúg ki. Kurva jól néz ki. Mondjuk hát rajtam nem fog értelemszerűen olyan jól kinézni, mert rozmári elmezben vagyok, de nagyon fasza. Majd hozok onnan valamilyen Paris Saint-Germain-es pólót majd a fifázáshoz, hogy ne legyetek kiborulva, hogy nem vagyok korhű. De akkor majd felveszem a pilóta jackimet, amikor legközelebb. Na, fuss! Ah! Amikor ace combatozok legközelebb, akkor majd az pilóta jackibe kell? Vagy hogyan van ez? Ajándékgólt. Szia, lemaradtam. Hogyan? Mi van? Hogy nincs itt Barnus? Megkaptam a mai streamelés lehetőségét, ő elment sétálni édesanyjával és az ebbel, meg valami rajz leckét csinálna. Basszus, ez nagyon szerencsétlen gól volt. Lőj távolról bátran, jó. Ez az igazi káromkodás, hogy azt a Balaton berényen napvilágot látott sikoltozásba, öltözött, közben újra rész, és most köszönöm. Van Jordan featuring PSG, ezért mondtam, igen. Visszagondolok a FIFA szüzességem elvesztésére. Majd befejezzük mindjárt, most történés van. Még az első fél idő? Akkor jó. Nem Joey, Josie! Most hallottam. Hol vagy, Josie, hol vagy? Úgyhogy... Kommandózhoz festerépszerűre az arcolat. Green screennél különösen jó lenne. Így van. Hatalmas előlépéseket tettem egyébként a hétvégén a Kommandózban, már a negyedik vagy az ötödik pályánál tartok. Az a baj, hogy ahogy én azzal a játékkal játszom, a streamben szerintem nem feldolgozható. Utolsó... Na, oké, de miért állsz meg? Hát miért állsz meg, te őszre festett japán anim? Mi volt az elképzelés, hogy majd Messi rálövi a félpályáról? Ki volt ez az... Aguero, az volt az? Basszas kulcs. Mi volt az első konzolom? Saját PS3. PC-m volt, meg öcsémnek voltak Super Nintendo 2-ese, meg volt Sega Mega Drive-ja. Nekem PS3 volt, aztán azt eladtuk, és amikor Barnus befejezte az első átisit, akkor kapott egy 360-at, és akkor rá egy pár évre lett egy vanunk, amikor már így értelmezhető játékmennyiség is volt rá, meg minden, és... Az szép. Messi.
Feltartás volt, az feltartás volt, úgy hívják, hogy feltartás. Be kell fújni. Szegény pici Messi ott felkenődött rá. Nem szabad nyomnom itt a turbót, bakker, hanem finoman, finoman. Ugye bátyám szokta mondani, mindig érzéssel, mint a lovat basznál, bazsikám. Ez lett volna itt a helyes megfejtés. Azt kifejelem! Vagy nem. Na. Türelem. Ez a védekezés, ez annyira nem szar, mintha kétszer ilyen szar lenne. Ami két gólt kaptam, az mind ilyen lepattanós gyökérség volt egyébként. Zára. Argentin retesz. Megjött a család. Kidobjuk Messinek. Húzz be! Ájjaj, ami egy milliméteren múlott. Na, tessék, lőttem egyet távolról. Mit szóltok? Kivel vagy? Az argentíniai népi válogatottal. És megver az USA? Tessék? Megver az USA? Hát egyelőre vesztésre állok. Játszottam egyet szemiprón, ott kifújtam a... valami Red Bullnak az orrát a Borussiával. Felváltottam professionalre. Lecce vagy a százból. Ne, ne. És ilyen gólokat kapok, hogy eladom a labdát a saját 16-osomon. Jó, de Paul. Kunagoro. Ott jön Millionel Messi. Elosztok közben. Nyomd, lőd! Ott van, szedd ki bohóc! Szép volt őszhajú srác! Nagyon ronda vagy. Sergio, miért azt kiemel, hogy hívják, hogy Sergio? De szépen járta. Ez gól, nem az a kamu, amit az amerikaiak lőnek állandóan, ezek a kipattanom, lepattanok. Jajaj. Nem. Fejeljük ki, úgy van. És mert a kontra! Fussál, kicsi Messi! Fussál! Indítalak! Menjél! Basszus, elnyomja mindenki, 5 kiló a csávos topis cipővel együtt. Na jó, persze, sarkazzál! Két egyeneset nem léptetek egész meccsen, találtok egy gólt, és akkor sarkazgat itt a 90. percben. Gyökér tuda. Egy előre, rúg be, alázd meg! Akkor jöhet a hosszabbítás. Vagy ami van a fociban, mert itt több is létezik. Ez egy jó képű gyerek. Mit tudok itt csinálni? Klasszikus Golden Globe. Gól. Golden Globe az más. Mindjárt megnézzük. A klasszik az a szimpla osztítás, Golden Goal az egy gól, aki betalál, az nyer. A penalty a 11-es döntő, és a döntetlen az döntetlen. Köszönöm, Captain Obvious. Dob fel mindenki, támadásban nem kell védekezni. Jó, D-pad jobbra barrával. Ó, aha, köszi. Azt nézem. Be lehet azt pöckölni, tuszkolni.
Ja, hát olyan gusztustalan mezem nincsen, amiben kommandozhatnék. Legyen egy klasszikus hosszabbítás. Hát, hogy nem ártana egyet cserélnem már így, mindenki a seggén szedi a levegőt, de... Ráérünk erre. Azt mondjátok már meg nekem, légy szíves, aki ilyen klasszikus irodai környezetben dolgozik, hogy csiripelnek már valamit a madarak, hogy lassan vissza kell leszállingozni? Ajjaj, ajjaj, Altidor, ajjaj, Altidor! Nem vagy a barátom, Josie Altidor. De legalább már azt tudom, hogy Josie vagy, és nem Joey. Megint egy ilyen odapattanóból. Milyen rutinos voltam, hogy nem aranygólra választottam. Szép. Jó. Májusban még végig itt, hogy június 3-tól elkezdünk szivárogni. Teljes állomány harmada lehet majd egyszerre az Open Office-ban. Következő két hétben még biztos nem, három körben van lesz visszatérés, első még nem indult be, mi a harmadikban vagyunk. Akkor ti már előrébb vagytok, mint mi. Nálunk még csak fenyegetőztek, hogy majd kapunk valami ukázt. Basszus, hosszabbítás! Vége az első fél időnek. Nem, vége. Nem, két fél idő. Remélem nem kell bemenni, én el vagyok itthon. Hát én azt tervezem, megmondom őszintén, hogy... hogyha vissza lehet majd menni, akkor is valamilyen munkarendet szeretnék kialakítani, hogy csütörtökön, bocsánat, hétfőn és kedden itthon lennék home office-ban, és akkor a szerda, csütörtök, pénteket tolnám meg, ami azért jó, így családi szempontból, mert hogy szerda az edzésnapunk, csütörtök az a trash talk, amikor van ugye trash talk, péntek, itt a vége. Péntek meg a hazai meccseink a bajnokságban, és akkor így hétfő kedden lenne ez. A szerda, csütörtök, péntek az változó tempóban megtolva. Hát így nézzel ki, akkor ne vigasztaljon ez a gól. És akkor pénz szombat, vasárnap meg megint csak itthon, úgyhogy erre megy a gyúrás. Cserébe gyors szélsőket. Nem tudom, hogy kell cserélni, nem tudom, hogy a játékosok közül melyik a szélső, és nem tudom, hogy melyik a gyors. A Bill Goff-ot, hát a oldalsóban belőtte, kamusista, Sargent Josh. RT mikor megjelenik, az a javasolt csere, visszajátszások alatt például kapus kirúgás előtt megjelenik a képernyőn, úgy tudsz gyorsan cserélni. Hát az a baj, hogy én ilyenkor mindig a streamet olvasom, a chatet, azért nem tudok én semmiről se cserélni. De viszont így a harmadik meccsre csináltak, lőttek egy olyan gólt, aminek volt értelme. Ú, basszus, jól elváltottam magam. Hiába volt karantén, csavarok, gépek, kulcsok, akkor is kellettek az embereknek. Így is van. Na, addig gondolkozzatok, hogyha vége van ennek a mérkőzésnek, akkor milyen összecsapáson alázzam meg magamat. Mondom, a cél az, hogy tanuljak. Tehát ilyen nem fogok elkezdeni kártyázni, meg my team-ezni, meg nem tudom mik vannak.
Ultimate Team, azt ne is csinál, az itt még talán szarabb is, mint kosárlabdában. Az esetek 95%-ában a harmadligás alsó játékosokat kapod meg a paklinkból. Uh-huh. A matchmaking sem a legjobb, rengetegszer kapsz ilyen spanyol topligás, olasz topligás, vagy Bundesliga topligás csapatokat, akik ellen esélyed sincs ilyen. Uh-huh. Nessa is a karrierje elején egy ilyen kék, ami a legjobb jobb csatár tudott szerezni, Pukkit. Ez egy Pukki a neve. De jelentét, hogy van a Pénelén van streamelek, hogy tudja mindenki róla. Ki esetleg megnézi a stream sorrendet. Honnan lehet visszhangot hallani? De rám gondolják a visszhangot. Nálad megy a stream? Nem. Szerintem az én beszédem. Jaj, nem, én itt volt. Nem, az nem az volt. Barca Real! A kispályás meccsre én is emlékszem. Liverpool, Manchester City. Na, egy Lazio Rómát. El is küldöm majd neki. A Dallamos nevű professional AI nyert megint. Maradok otthon, az nem változik. Klasszikus mérkőzés. És akkor Itali. Én vagyok a Lazióval. Itali ellenfelem pedig a Róma. A Lazió logója csak szerintem néz ki kicsit ilyen fasiszta olaszországosan. A sassal meg az SS Lazióval. Érezze a törődést, drága ember. Hallgattátok a podcastet, Ferel? Én a Ferénél tartok, de izgalmas lett, amit a sporttévések szoktak csinálni. Na. Derby della Capitale, azaz Forza Lazio. Ja, aha. Ilyen segít, hogyha a dobás, vagy a dobás, a lövés gombot találom el. A játékosodnak az a nem, hogy immobile. 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 La donna immobile. Ez nem jó jár. Hú, de szó. Jól érzett Barnusa, főleg a szurkolói fasiszták. Ez érkezett Dee Graysontól. Olaszok, azok vagy nagyon bének valamiben, a.k.a. hadsereg második világháborúban, per első világháborúban, vagy nagyon passionetek valamiről, megszálltak valamiről, mint a foci. Tudom, hogy nem fasiszták, csak az a logó nekem fontos. A nem mozgó játékos, az immobil, az fogja vezetni. Megcsúsztatta! És most gyorsan le kell venni ezt a segítséget a kijelzőről. Mert ez zavaró. Nem a kamerán van. Nem itt. Nem itt. Mondom, hol van. Múltkor Dávid is 6 évig kerestük, ezt nem tudtuk kikapcsolni. Nyomj egy B-t. Igen. A settings-be menjél vissza. Igen. Game... Itt elvileg ez. A FIFA trainer az. FIFA trainer. Köszönöm. Hide az elvileg. Trainer, köszönöm. Csíra immobile. Na. Kapustak nem kéne más színűek lenni a mezének?
Mint a játékosoknak? Fokat kéket. Well, some people call this side boring, but not for me, because they just love their clean sheets, don't they? That's an important clearance. Aj, de szépen elfelejtettem. Indokolatlan öklözés, nem baj. Jony! 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 Már neki ne adnom, csak jó mondani, hogy Jony! Basszus. Azt úgy adjuk a Dzeko. Na itt ez a lepattanós basszus! Ugye a Sergeiről pattant, tehát a tiédről. Nézzük. Ez határeset öngól volt. Nem, nézd! Ott! Sergej mellkasáról belhattam. Szervusz, Sergej! You are fired! A Clivert az... az a Patricknak a fia? És hogyha igen, milyen játék? Gondolom, hogy a Rómában játszik, nem lehet annyira borzalmas játékos. Ú, de szépen játszanak. Mit van Jonnyal, azt ad be. Ott Korea! Korea! Vidd előre Korea! Korea! Lőd le! Lőd le! Túl közel vittem, basszus. Kérdezik Baruskában, hogy nem nyomunk egyet egymás ellen. Ezután? Aha. Miért ne? Oké. Okay. Akkor készítsd a kontrollert! Szerintem nézem. Szépen. Good. Shoot. Úgy. Ott immobilt. Immobilt indítsd rá. Ez te szépen folyt. A labda. Van Turán fia is, Hagi fia is, elképesztő. Hol tart a technika már? Felnőtt a sok kis pöcs. Ezt nem annyira találom még el, hogy hova kell ezeket passzolni. De Luis Alberto, egyem azt a dallamos gyönyörű nevedet, te miért nem jössz vissza lesről? Mi? Az nem volt les! Nem. Ez abszolút egy vonal volt. Egy vonal volt. Esküszöm, többet fújnak ebben a játékban a bírók, mint a valóságban. Nem tévedek. Hú, de nem, oda akartam passzolni. Írjuk azt az idiót. Ott van Dzeko. Jamona! Dzeko! Gyere ki! Ú, de szép volt, basszus. Ez Vandába, az meg szétrúgja a szögletzászlót. Szép volt! Olé, 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 olé!
Egyébként az régen tök jó volt sporttévén, hogy amikor még volt náluk olasz foci, akkor volt olyan, hogy két kommentátorral nyomták, és a... azt hiszem a Méhes Gábor, a Zümi, ő Láció fanatikus, vagy őket szereti, hogy a Csabi meg Róma, és akkor a Láció Rómát úgy nyomták, hogy ők ketten, és ment közben a matek meg a kóstolgatás. Ez marha jó ötlet. Semmi. Rövidbe próbáljam behúzni zicserben, na jó. Legközelebb ez lesz. Úha! Hát ezt a tértölelő átadást, ezt nem egészen oda képzeltem el. Megmondom őszintén. Áj, lyukra futok. Úgy. Radu. Indis Jamobilt. Vagy Immobilt. Röldre, most! Nem hiszem el, hogy les. Hol volt az? Milyen volt a molos hétvégi gaming? Szerintem figyelj, rendben volt, meg lehet nézni a MOL csapatnak a Facebook oldalán. 2 óra lett belőle, jó fejek voltak a srácok. Volt interjú része is, volt licitálós része is, volt amikor overcookedoztak, az is egyébként tök értelmezhető volt. Aztán egy ügyességi játék, én élveztem, elfáradtam azért. Jó korán oda mentem, hogy fel tudjak rendesen készülni. Hát nem volt mérhető ahhoz, amikor tavaly januárban nyomtam egy 8 órás élőt a Madden tornán ugyanitt. Gyerünk! Vidd előre! Röld le! Ez az Immobile, ez tényleg nem annyira gyors fiú. Hát ez valóban Immobile. Igen. Mondtam, hogy ha ilyen csatárja van a csapatnak, akkor annyit van. Pánikszerűen tisztázunk. Na most mi van? Szabad rugás! Valakit meg. Szövetségi csapat. Csabi is próbálja elvonni a figyelmet, szerdán megvan a Kornél interjú kezdete. Na! Jó, persze. Gusztustalanok. Na gyerünk! Innen kell szörni a nagy gólnak, én tudom. Ez az Immobile, ez a legrosszabb. Valószínűleg azért valamilyen minimálisan meg kéne tanulnom cselezni, hogy néha nálam tudjon maradni a labda. Jó. Az kiment. Kiment Petrotti. Szervusz, Szergej! Ő okozta az öngolt, úgyhogy rá ne. Ha, miért oda lövöd te? Hát ott volt J. Korea vagy Immobile többnyire tisztelni. Nem ezt okosabb. Ó, ezeket okosabban kell. Na, addig gondold ki, fiam, kivel leszel. Szerintem olasz csapattal leszek. Ott a harmadik. Olé, 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 olé. Pellegrini.
Megírom neki, hogy csalajáték. De Badnuskán a kontrollert, meg ilyen felhallgatót, meg ilyeneket nincs kedved összekészíteni, hogy ne akkor kelljen. De én nem leszek olyan, de akkor ott én a játékot akadályozom neked. Hol? Mondjuk ez a meccs már el van veszve, úgyhogy... El van veszve, ennyire bízol a pádban, simán tudnék fordítani. Csak 3-0. Au, viszont a lábamra meg csúd rá, légy szíves. Az szép. Hát ebből ennyi volt, srácok. Barnus, nem a Bukaresttel lesz. De mi ez a Bukarest fanatizmus nálad, Jazz fan? Biztos szörnyű. Azt mondta, valami olasz csapattal akar lenni. Bukarest utolsó infóim alapján nem ott van. Igen. Hűha, miért a Lációval vagy, kérdezi Csabi. Tip, Napoli, gyorsak és ügyesek. A Lációban erő csak Immobile van, őt meg nagyon meg kell tanulni használni, mert inkább erős, mint gyors. Mondjuk, ha megtanulod, akkor megállíthatatlan. Akkor, hát de Immobile a neve, akkor nem jó. Hogy ma be is bizonyosodott. Hát Immobile is volt, mint a fene. Írd ezt. Engedj oda, kérlek, egy labdát. Miért beszélsz tájszólásban? Tudom, néha van kedvem tájszólásban. Értem. És hova szeretnél ülni? A kis labdára, amin a lábad volt. Egy pillanat. Na! De most nem fogsz látszódni, Barnuskám. Nyugodj ebbe bele, nem kell. Jó, fejezzük be a meccset. Nem lépsz be. Ja, egyébként hallottok remélhetőleg. Holnap Elénoir van, mindenkit emlékeztet. Elnézést kérek, nem mondtam be, pedig a lelkemre volt kötve. Holnap Elénoir van. Most kicsit szokatott, na. Jók vagyunk? Ready. Barnus legyen a Juve-val dobja, vedd így Grayson. Ok. Mi? Várjál. Select exit. Select link kickoff name, vagy create new kickoff name. Itt mit írjak be? Barnus 05. Így van, Engelbrengről, csak meg akartam hagyni, hogy te jelenthess be, Barnuskám. Köszönöm. A Juventust Piemonte Calcio néven találod, ha azt keresed. Nem mondod, hogy a Juventusnak külön van a joga, és nincsen benne rendesen. Annyira gagyi. Ready. Nem tudom, mennyi pénzt kaphatnak az EA-től, meg ezektől, de hogy szerintem annyival növelni a népszerűségüket, hogyha velük tudnak játszani az emberek, hogy ezt miért kell ilyen így módon kezelni, hogy nem kerülhetnek be a játékba. De jó, hát persze tudom, hogy rengeteg pénzről van szó. Ja, itt is itt van. Vannak, igen. Ilyen mondta. Jó, nem velük leszünk valaki mással, ne. De esküdj, hogy benne van a román bajnokság. Nagyon durva. De magyar már nincs véletlenül? Nincs. Nézd, van Kína. Svejci. Kína, jó, nézd. Kínát jött, mekkora piac. Hát de... Ó, mondjuk van egy négy, majdnem pár, jó, négy csillagos csapatuk. Nyomjuk, akkor olasz. Csak itt a román is. Ez a rest of the world, ez amúgy valaki tudja, hogy ez mi a fene? Ez hát a... Ez a maradék csapat, ami nem országhoz van kötve. Milyen már, hogy nincs országhoz kötve? A Boca Juniors az nem Argentínában van? Az Brazil, de... A Boca Juniors Brazil. Tudom, igen.
De sötét paraszt vagyok. Én vagy sötét paraszt. Csak egy. Mutant a Brescia Cagliari. Mit sincsen? Hellas Verona. Leszek az Interrel. Az egyedülés. Balanus lesz az Interrel. Én meg. Legyél valami angollal. A Chris Leicester Liverpool. Vagy... Az Tottenham az jó, a Spurs. Köszönöm. Meg az végül is az a neve, mint a ne. Ó, ez őket a Pirelli szponzoráját. Lesz egy kis Forma 1 referencia. Minket meg a haja. A zsaja. Ja, amúgy, aki lemaradt esetleg a Forma 1 streamlől, nem baj, apa elvileg ma végre kirakja. Várjunk. Lássuk. Ja, én a kék vagyok. A sima fehér logós a Boca elvileg az Argentin ligában. Boca Argentin. Sikerült megcsinálni a fotót? Majd még megnézzük anyával, ma vagy ha. Te vagy a fehér, azt tudod? Én vagyok a kék. Nem. Vagy igen? Ja, jó, akkor én vagyok a fehér. Várjál, állj meg, állj meg! Én most én mongatom, nem, én a kék vagyok. Jó. Ja, mert én vagyok a kék mezben, engem szponzorál a Pirelli. Szép! Azt kicsit elnagyoltam. This is today's Tottenham Hotspur team. Hugo Lloris starts in goal. Giovanni Antonio starts alongside Harry Winks in the middle of the park. Only one up front in terms of an out-and-out ball. Skriniar. Look at the Lautaro. Lukaku. Bega Chatar. Who's that? Enemet. Antonio Candreva starts. Eriksen. Barella. Na kérem szépen, kicsit kaotikus volt a játék, de most jön a nyugalom, és jön a minőségi futball. Szedd ki! Basszus! Ez jó volt, jó volt! Jó volt a meglátás. Capitano. Ó, oh, hát ez szép laut. Lautaro, szép! Semmi! Nem veszed le a trénert, Barnuskám? Nem maradhat. De mindenkit zavar, már írják a streamen. Ne veszed? Köszi. Baska, milyen fejhallgató van a fejeden? Ez egy ilyen viszonylagosan olcsó, de jó minőségű HyperX Cloud Core, talán ez a neve, és elég jó minőségű a mikrofonja is, kényelmes, nem rohad rá a feledre, és ilyen 14-15 rugó környékén mérik. Jackes, tehát nem USB-s, kábeles, tehát nem wireless, de teszi a dolgát. Ez volt az első beruházásunk streamer karrierünk kezdetén. Aki már követett minket, akkor tudja, hogy az elején csak engem lehetett hallani, Barnabás nem. Ja, én voltam egy ilyen kis háttérzaj, aztán végre én is. A lacot! Kom, de henda! Oh.
Kendre most... Bár nekem is ott van még az a szar. Ezt miért kell minden meccsen levenni? Illetve, hogy ki kéne a mérkőzés elején venni még mi? De mi ez, hogy ez nem jelzi meg, hogy lehet, hogy csak most fejtett el? Nem, hogy a meccsben, hogyha kikapcsolod, akkor valószínűleg a következőben még visszarakja. Lukaku nem. Ja, amúgy holnapra kitaláltunk egy ilyen érdekes kis receptet a Last Dance utolsó részére, amit ne felejtsetek el megnézni, hiszen holnap végre meg ki tudjuk végre az egészet egy nagy a legteljesebb perspektívában beszélni. Okay. Úgyné. Na, szép! Ki? Volt egy sárgalap, nem tudom mire. Úgy, kérdés, miért van az a fociban, hogy egyes játékosok csak az első nevüket adják meg? Tehát, hogy vannak ilyen... egynevű emberek, hogy Pep, ilyen Keke, meg ezek, hogy ez honnan van? Az Amerikában megy nagyon, én amennyire vágom, hogy... Ja. Hogy ott... Ja, hát... Igen, mondjuk ez logikus, mert ugye a kosárlabdában is volt egy nené, de ugye ő brazil volt, csak ugye igen. A kosárlabdában inkább európaiak jönnek, ők meg azért megadják a teljes nevüket. Igen, Happy Menzil, én is erre gondoltam. Hogy ha meccs előtt beállítanák, akkor nem kéne, de hát egészen konkrétan, nem tudom, 1:30-kor indult el először az alkalmazás, talán elmentünk okmányirodába, Barnabás megkapta valamilyen okmányának, a nekes okmányának a fotóját. És utána még folytattam egy picit a felkészülést. Így van, nagyon csúnya szabálytalanság. Mert elvittem egyszerűen színészkedett. Köszönöm. Hol van Lukaku? Sehol. Ne! Ott van, szedd ki! Szép volt, Lukasz! De hova vetődtél te? A labda nem volt. Itt igazából semmi nem volt. De... Szép! Szép becsúszás! Nem tudom meg. Eriksen, te jó vagy, csak vagy olyan gyors. Nem. Ajjajjajjaj, ezt majdnem elkaptam. Oké, kicsit lassan. Jó. Gyerünk a Samoa, gyerünk, fuss el, drága barátom. Fuss el, add be! De miért a kapusnak adod be? Kapus van, Loris. Köszönöm. Charles Bronzonovic. Wings. Biztos Charles Bronzonovic? Csak ezt így random hozzáraktad, nem ez egy Bronzonovic. Ó, Lamella, pörögsz-forogsz itt, mint hoppá, az ott jó lesz nekem, az ott jó lesz nekem, az ott jó lesz nekem, basszus kulcs. Mondd az, Kassamoáról V. Mózesre, oké, cseréljünk. Á, most láttam ezt, amit mondtatok, hogy az RT-vel lehet ilyen egyértelmű cseréket csinálni. Menő. Hú, de finom volt, Dili. Kit mondasz?
hozzuk be Sanchez-t Candreva-ére. Persze, hát jobb játékos, amit azt tettük, hozzad be. Csak ezt automatikusan, drága barátom. Oké. Kész, kétszer is szépen cserez. Hogy nem kapod el? Az milyen gyönyörű volt. Oké, Moses, gyerünk Moses. Okay. Választ ketté a gyepet. Úgy, szép. Lukaku. Aurier, elképesztő, milyen jó. De... 11-es. De... És egy piros is. Anyád. Ó, bakker. De most te látod, hogy hova fogom lőni? Nem. Hát de látod. Nem. Hát de látod. Oké. Miért nem tudok? Ott mellen rúgtad. Ezt nem értem, A mellen rúgtad az egyikre. Kedves néző, de nem baj. Gyerünk, fuss! Oj, de rövid volt az a passz! Ott a második! Jó, ezután kérek egy visszavágót. A második, itt a második. Kiapsz egy visszavágót. Szeme volt a labdának, és okosan elteszi a hosszúba. Szétszúhantak teljesen. Hogy véted el ezt a... Úgyné? Gyerünk, Lukaku, gyerünk! Mindegyik egyik legjobb csatárja vagy elvileg, vagy nem tudom, azon tudom, hogy jó vagy. Ki tudja, ti biztos jobban tudjátok, mert ti talán néztek focit, rúgd rá! Nagyon szép lövés volt, Baruska. Gratulálok! Hogy nem tudtad ezt elfelejni? Mik ezek a passzok, drágáim? Ott a harmadik. Okos, ügyes. Barnus, inkább használnád Hozé taktikáját, told be a buszt a kapu elé. Most értem ide Last Dance-ről, hogy megy a tanulás. Milyen tanulás? Ja, a tanulás a FIFA-ban! Szopatom a gyereket 3-0-ra! Semi-prón kezdtem, az egy könnyed győzelem volt, aztán kikaptam 3-szor professionalen, aztán utána meg Barnussal most játszunk egy meccset, de kér egy visszavágót. Nyugosan. Lukaku a csapatában sem a legjobb csatár, nemhogy valaha. Ez jó. Nem ismerem a focit. Ezzel ketten vagyunk a tévé előtt. Ugyanez a meccs mehet visszavágóban, vagy egy másik csapat? Nyomjuk egy másikat, ez a csapat használhatatlan. Nálad volt egy Immobile, nálam meg egy nem túl jó Lukaku. Winner Baska! Szeretem ezt a feliratot. Glorious! Viszont mielőtt bemennénk, linkeld a kick-off nevedet. Igen, linkeljed. Szóval, hogy mielőtt bemennénk, azelőtt gyorsan kapcsoljuk ki. Jó, ezt most nem tudjuk megcsinálni. Menjünk ki innen a beállításokhoz. Customize. Igen. Settings. Customize controls. És akkor itt kikapcsoljuk. Jó. Várjál, de lehet, hogy nekem is meg ki kell kapcsolnom. Aha. Jó, elvileg most jó lesz.
Okay. Na még egy meccs, aztán utána indul a Last Dance. Barca Real. Nem, nem a, azt már lejátszottam egyszer. Nem értem. Akarok. Barus legyél a Liverpool-lal. PSG Liverpool. Kitalálom, jó? Bízzátok rám. Lehet, hogy nem értek a focihoz, de... Most elfelejt. Select. Ez jó lesz. Ready. Megtalálom én is a csapatot. Köszönöm. De köszönöm a segítséget. Hadd próbáljak egyedül. Megyünk valami franciával, lássuk. Stade. Jó. Paris. Ez túl jó. Olympia Lyonnais. Nice. Montpellier. Los Girondi. Nantes. Metz. Dijon. Asse. Monaco. Angers. Jó, a francia nem túl izgalmas. Hát. Bocs, én nyomtam el. Baj. Kína, nem Kína, csak azért lássuk, van-e valami jobb az brazil internacionál Grêmio Gólias. Nézzük a párizsiakkal. Nélkül Jordan csapatával? Jaja. Oké, akkor várjál, akkor hozok én is. Nem női. Oké, az USA-ból nem nézünk. Török, nem. Megjött Gergő a kérdésre, amit írtál. Sweden's. Úgyhogy köszi. Valami spanyol. Hát, leszek ezzel az Athletic Club-bal, a Bilbao-val. Ez egy... Várjunk ennek szarazatekje, inkább legyünk... Maruskám, 8-ig szerinted tudsz csapatot választani? Leszek a Atletico Madrid-tal. Várjál, itt nem volt már problémásom ezekkel, én leszek ezzel a szint feketével. De hát én vagyok kékben. Akkor én, akkor ezzel az amerikai csirkos. Baska, lehet neked ajándékot küldeni? Persze! Nyomd! Csak értékes legyen, nem egyébként viccen kívül, ha ilyen perverziód van, akkor nem vagyok semmi jónak az elrontója. Dobjál rám egy üzenetet Instán, vagy Eliupos honlapon található címre, és akkor ott le tudjuk beszélni. És előre is köszi, bármi is lesz, az remélem nem valami lófej, vagy valami. Ide be akarom vinni. Hadd vegyem be! Oj! Jó, várj, most te. Gyakoroljunk is itt védelmet. Szeret ki bohóc. Na, csináld meg majd a skills challenge-et, én most végigpörgettem délután. Ne, meg leszek nélküle. Inkább leszek a motor. Na, jöjjön Atletico Madrid versus Paris. Wow, Fili. Lodi. És miért van megint ott mindenkinek, már állítsuk át ezt a szart? Hát kikapcsoltuk, láttátok emberek, kikapcsoltuk, nem? Használhatatlan szar. Állj, meg ezt a time finishing megvan. De akkor nekem is most be kell még állítani? Igen. Láttátok, hogy beállítottuk. Ezt az amatőr rendszert. És emiatt ellövi a labdát, hát köszönjük, Mr. Trainer! Hát, I'm so sorry! Nem ezt a trainer alkalmazásnak kéne énekelni, miközben egy virtuális pisztolyt tartok a fejéhez. Morata! Jajaj! Úgy! Lönne! Na, szép! Kapus van, kapus van! Te Szilva, Szilva még fel is lökött engem. Na, add neki a piros lapot, sporikám. Itt a lábában. Mi? 11-es? Nézd. 10. Puh! Ah, hogy húzta a száját. Szerencsem, szeretem az Avengers-t, persze. Okay. Úgyhogy bármi ezzel Jesus. Kapcsolatosat szívesen fogadok, bekerül a díszletbe. Ez így hülyeség, hogy egy tévé előtt ülünk mind a ketten, és látom, hogy hova lövöd. Nem tehetek róla, hogy ilyen zseniális a játék. Di Maria. Koke. Tomás. Di Maria!
Szép. Felipe. Rodi, hosszú passz. Né? Koke. João Félix. Ott indítsd el. Indítsd el Moratát. Ah, oh, szabálytalan. Tiszilva megint. Tiszilva te. Na, amelyed a sárgát. Ő volt az előbb is, aki megadta neked. Ja nem, Les volt. Amikor Tizivel nyomjátok meg a lefele gombot, akkor mi történik? Szabadrugás. Basszus, tökéletes tempóban értél oda. Á, köszönjük. Az alsó nyilat kell lenyomni a 11-esnél, és akkor nem lehet látni, hogy hova lőved. Az Tisziva már megint eldögte João Félixet. Tehát az cseréld le, mert még a végén ad neked még egy 11-est. Nem baj. Már megint. Neymar Junior. Kap... 11-es! Hát te... Gratulálok, Mr. Kapus! Nem tudtad volna a labdát elkapni? Idióta, szkálos barom. Ha kifutsz, a labdát kell elkapni. Lássuk, neked jobban megy a 11-es. Szép édés! Nem munka. Jézusom, de lassúak ezek az emberek. Mondjuk látszik Moratán akkora háj van, mint tudom, Dikembe Mutombon. De ő neki értelme volt, hogy nála ott volt, Moratán meg egy csatár. Na végre egy jó beadás! Nem is elszúrja. Oké. Koke! Koke! Koke rőd rá! Szalmadja, ugye. Fölfele kellett nyomni, és akkor működött ez a célzás elrejtés, de hát a gyerek kiváló érzékkel sasolta ki, hogy merre kell majd betődni. Hú, ez de szarpasz volt. Most az van, ami neked mutka nálam az internél. Ott van. Na, Mbappé! Mbappé! Az Mbappé! Mbappé! Mbappé. Ő jó csatár, őről tudom, mondjuk rosszként. Igen, jó tanuló. Sark az egyet, visszakapja. Tökéletes a kényszerítőzés. És erre elvetődik hátra ez a rakás. Jönünk, jó, wow. És elbotlik a saját lábában. Hát focisták vagytok ti egyált... Jaj, basszus! Oh! Oblak, szép! Ez a kamera nézett szar. Nem tudom térben behatárolni a labdát néha. Indítsad Joao-t. Joao Cseleszki. Add le Moratának. Morata. És túlfut. Túlfut a labda. Tomás. Nagy a küzdelem. Pont most játszom a karriermódot NBA-ben, nem rossz, csak kicsit túl sok a videóanyag. Hát igen. Gondolkoztam át. Új nézőnk van, vagy legalábbis nem ugrik be a neve, mert a kérdése az, hogy Balus az NBA-ben is mindig ilyen mérges. Nem, mert abban a játékban jobb vagyok, mert nem tudom, ott nem ilyen lassúak az emberek, mondjuk. Jó, szép passz. Gyönyörű a tempója. Gyönyörű! Oké, te is. Oké, köszönöm az újabb. Ott van Mbappé. Gyúrjál a láb. Un, de, Mbappé.
C'est fantastique! Ratatouille! Nézd, ott rohan! Hát... De olyan lassú... Hát a foci elvileg nem arról szól, hogy a lábaddal kell erősnek lenned? Hát ott is vannak, akik lassabbak, meg gyorsabbak. Jó, csak nem tudom, ez kicsit... Az de szép volt! Oh. Kitornázza! Milyen nyelveken beszélek? Hát beszélni, bár amióta a Last Dance videókat csinálom, már nem vagyok benne biztos, hogy angolul beszélek. A kiejtésem mindenképpen. Angolul hogy kívánni valókat maga után! De elvileg angolul elgagyogok, meg németül megértetem magam, meg olvasni azért jól megy. Les. Elvileg valaha mind a kettőből felsőfokon volt, de a németem az visszaesett, mert nem használtam egyáltalán. És gimnáziumban spanyolul tanultam még, abból van egy ilyen basic. Ja. New Yorkban így tudtál nekünk sonkát venni. Igen. A spanyol nyelvtudásom utolsó praktikus eredménye az volt, amikor New Yorkban voltunk, akkor Queensben találtunk szállást. Mert nem, hát találtunk volna máshol is, de Queens volt az, amit meg tudtunk fizetni. Tök jó hely volt, egy ilyen kis butik hotel, ami nagyon jól nézett ki a bookingon. Amikor odaértünk, maga a hotel akkor is jól nézett ki, de a sarkon egy ilyen klasszik deli volt, ez a helyi ABC, ahol rajtam kívül mindenki dominikai bevándorló volt. Vagy mexikói. Vagy mexikói. És a sonka rendelés az elég komoly problémákba ütközött, mert mondtam, hogy ugye nem tudom, hogy minden amerikai szállodában ez a helyzet, ahol mi voltunk, ott eléggé kárcsú volt a reggeli, tehát fél reggelivel vettük ki a szállást. Az volt a terv, hogy jól belakmározunk, és akkor utána nem kell a jól megkeresett pénzt elkölteni kajára, hanem ja, mehet igazából a városban múzeumba. Ja. Meg mindenre, arra akartunk inkább költeni. Mi a városban ezzel a tipikus amerikai csokis kekszel éltünk túl. Igen, 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 abszolút. Úgyhogy oda mentem, és igen, tehát voltak péksütik, meg volt, de például felvágott, meg sajt egyáltalán nem volt a reggelikhez. És akkor én jártam át a delibe, és akkor mindig vettem sajtot is, mert iszonyatosan szép sajt volt, meg nagyon szép volt a sonkájuk. Az első napokban nem is volt ezzel gond. Ott a harmadik. De aztán utána egy új alkalmazottat kaptam, aki tényleg három nappal azelőtt valószínűleg még a Dominikai Köztársaságban élt. És mondtam neki, hogy... 20 slices of ham, please. Nézd rám. Ham! Rámutat a tojásra. Mondom, hamon! Ó, hamon! És akkor mondom neki, hogy slice, mondom, 20, visszanéz rám, 10, nem, és akkor mondtam spanyolul, hogy beinte, és akkor, ó, beinte, és akkor onnan Tomás Pamban voltunk. Miért, mi szor? Jó. Még egy visszavágót nem kérek, mert az is ugyanilyen élvezhetetlen lesz, mint ez. Neymar, utolsó ember? Mik vannak? Diego Costa, mocskos játékos vagy, de ahogy tudom, nagyon jó! És emellett olyan pontatlan.
3 perc. Szarra semmi legyek vele. Elolvadok. És itt a vége, fuss el Béla. Nem kérek még egy visszavágót. Most megy ez a nagy Jordan Laza Last Dance miatt, rákerestem a YouTube-on David Cornérra, és találtam azt a Sport TV adást, ahol összeállítást kapott az Bulls egyik meccsről. Nemhogy ti a stúdióban, de én is megkönnyeztem azt a produktumot. Hát ott nehéz volt nem pityeregni. Az nagyon jól sikerült, meg nagyon jó fej volt az NBA, hogy odaadták nekünk azt az anyagot. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük a figyelmet, szerintem még 2-3 alkalom és egy magabiztos 3 gólos zakót bármikor felvállalok Csabi ellen. Holnap vagy van stream, vagy nincs, majd jelezzük Instagramon, ott érdemes figyelni. Ja, nem mi leszünk. Szerdán az biztos, hogy Barnus elénoározik, úgyhogy figyelgessetek minket mindenfelé. Nagyon szépen köszi a figyelmet ma. Én Baska voltam, te pedig Barnus, becsúszó szereléssel érkezve. Szevasztok! Hello.